Halleluja, igen Uram, köszönjük, hogy a Te békességed emel bennünket szárnyakra. És köszönjük Uram, hogy a Réfi Csabai az egy kiváló jó tanár. Hallelujah. És azért is érintetted ott meg előtte, hogy bizonyságot tegyél arról, hogy te nem csak, hogy mellette vagy, hanem te úgy is gondolkozol róla, hogy egy nagyon jó szakember. És ezt a szívembe is adtad nekem, és köszönöm, hogy ezt teljesen biztosan tudom, és hálát adok neked azért uram, hogy nem nézhetünk a, azokra a dolgokra, amik tönkre akarnak tenni bennünket. Nem nézhetünk azokra a dolgokra, amik el akarják venni a hitünket. Nem nézhetünk azokra a dolgokra, amik fizikálisan lehetetlen állapotba hoznak bennünket, mint Péter, ahogy nézte a hullámokat és elkezdett süllyedni. Nem nézhetünk arra, ahogy néztek a tanítványok, és gondolták, hogy nem halhat meg a mi mesterünk, mert nem értették, de aztán később meglátták, hogy pont így kellett ennek történnie. De sok minden így van az életünkben, hogy nem értjük, és ezt az értetlenséget nem nézhetjük, hanem akarunk rád nézni újra és újra bizalmasan, hogy a kisgyermek rád néz az apjára, anyjára, és semmit de semmit, de semmit nem kételkedik. Teljesen biztonságban van. Azért, mert otthon van, azért, mert őtől származik, a szülőjétől, az anyukájától, apukájától, és ezért a bizalom teljesen megvan közöttük. Ezért mondja Jézus, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem tudjátok Isten országát birtokba venni. Hogy legyetek ilyenek, mint a gyermek, aki teljesen bizalommal van a szülei felé, és nem kételkedik egy pillanatot se. Köszönjük ezt neked, Uram, hogy megáldasz bennünket, és most is kérlek, hogy emeld fel a, a bensőnket hozzád, és ö, adjál nekünk üzenetet, mert ö, én már réki jöttem abból, Uram, hogy elmenj, elmondjak valami gondolataimat, nekem szükségem van rád Jézus, és arra, hogy az itt ebbe a teremben lévő testvéreim szükségét te be tudjad tölteni az én számon keresztül. Nincsen semmi másra szükségünk csak erre. Köszönjük, hogy megteszed, jelenj meg újra és újra. Köszönjük a Csabi bizonyságtételét, a dicsőítést. Köszönjük azt, hogy összejöhettünk. Hálát adunk a proféciákért. Köszönjük, Uram, azokat a bátorításokat, amit újra és újra adsz nekünk a Jézus nevében. Amen. Nagyon ö, ö, megrázó volt ez a történet, amit múltkor mondtam, és úgy gondolom, hogy ez az egész templom újraépítés, ez az egész Izrael elvettetése, és mag Isten visszafogadása, őket és maga azok a szavak amik, amik elhangzottak ott a Nehémás könyvében hogy nem népen vagytok és nem kegyelmezettek vagytok, Ezek, ezekből az igékből ugye idéz a római levél amit meg van írva Imé, beleütkö, igen Izrael ellenben már az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére tehát ez a Róma 9.31. Mert azért, mert nem hídből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna, mert belütköztek a beleütközés kövébe, amint megvan írva, e imé beleütközés kövét, és botránkozás szikláját teszem Sionba, és aki híz benne, nem szégyenül meg. És ugye ez az ige, ez úgy kezdődik, hogy amint Hóseás mondja, hívom a nem népemet, én népemnek és a nem szeretettet szeretetnek, és ennek a vége ez. Ez a beleütközés köve megjelenik ö, több helyen is, de a Péter botránkozás sziklája, Péternél olvasok belőle egy kicsit a Péter levél első levele, második fejezetéből. 1. Péter 2. 3. Mivel, hogy izleltétek, hogy Jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott kegyes kőhöz, becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel szellemi házá, itt nem lelki van, hanem szellemi házá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, ime, Szeglet követte szeklesionban, amely kiválasztott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség ezért néktek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközés kövévé, a botránkozás sziklájává. Kik engedetlenek lévén, meg ütköztek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség királyi papság szent nemzet megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ki hajdan nem népoltatok, most pedig Isten népe vagytok. Kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettetek lettetek. Tehát a Péter levele itt kapcsolódik a Hoseás proféciához, és egy nagyon érdekes gondolat fogalmazódik meg bennem, hogy Isten a Jeruzsálemi templomba helyezte az ő székhelyét, ahol Imádták őt, ugye azt mondja maga Jézus is, hogy nem tudjátok, hogy ez a templom az imádság háza. És már maga Jézus mondja a Szamáriai asszonynak, hogy nem fogják a templomba imádni majd az Istent, hanem szellemben és igazságban. Szellemben és igazságban fogják imádni az Istent, mert az Isten szellem, és szükséges, hogy akik őt imádják, szellemben és igazságban imádják őt. És érdekes, hogy a Bojki Laci is beszélt a mágiáról, és arról azokról a dolgokról, amik helyettesíteni akarják az Istennel való kapcsolatot, vagy, vagy helyébe akarnak lépni. Épp most volt az Ervin Jeruzsálembe, és mondta az Ervin, hogy most ő már rengetegszer volt ott, ugye csoportokat vezet, stb. 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 De most, amikor megint a falnál meglátta a keresztényeket, hogy ott csókolgatják a falat, leveleket dúdosnak bele, egyszerűen majdnem, majdnem elsír, Azt mondta, hogy majdnem elsírta magát. Mit keresünk mi a kőfalnál, mit tulajdonítunk mi egy, egy falnak erőt. Miért gondoljuk azt, hogy egy megfogható szikla és egy kő biztonságba hozhatja az életünket, mikor ez az egész dolog, ennek vége van. Vége van, és igazából ö, olyan érdekes, hogy az ember mindig ilyen biztonságot akar magának, és különösen a test a látható és a megfogható dolgokban ö, tud biztonságban lenni, holott nem biztonságos. Hiába. Ö, szorítod meg a repülőnek a karfáját, ha zuhan a repülő, semmi értelme az egésznek. De a tested mégis azt gondolja, hogy ha jól megszorítod, akkor biztonságban vagy. Az pedig nem, a biztonságban akkor vagy, ha a repülő rendesen repül. És igazából ö, ezek a dolgok nagyon érdekesek. És azért, azért, is beszélek erről, mert meg vagyok róla győződve, hogy a, az utolsó templom, és ez a legutolsó templom, ez a gyülekezet, ennek a dicsősége sokkal-sokkal felül fogja haladni az első templomnak a dicsőségét, ahol a papok, mikor megjelent az úrnak a jelenléte, leestek a földre, és igazából betöltötte az egész templomot az úr jelenléte. Amikor mondja Péter, hogy akik nem nép voltatok, néppé lettetek, akik nem kegyelmezettek voltatok, kegyelmezetté lettetek, ez az utolsó templom felépítésével kapcsolatos igék az új szövetségben. És nem csak imádság háza volt a templom, hanem ott végezték el a szertartást a, a bűnöknek az áldozatnak a bemutatása, ami nagyon fontos szertartás volt, ugye a zsidók felmentek, és mindenki vitte az áldozatot. A szegényebbek is vittek, ők madarat, galambot, gerlicét, ugye látjuk, hogy Jézusért is egy ilyen áldozatot mutattak be a kiskorába. És igazából az áldozat állandóan folyt az áldozat bemutatása a templomba. Tehát gyakorlatilag ez a Jeruzsálemi templom, ez egy mészárszék is volt. Nem csak egy, nem csak egy hogy mondjam, imádságháza, hanem egy mészárszék is, és rendkívül, rendkívül sok állatot öltek meg. Állandóan folyt a vér. De már abba az időbe is, és ezt az urvacsorával összefüggésbe hoztuk, és megállapítottuk, hogy már abba az időben is nem az arra tekintettek a papok, akik az áldozatot vitték, hanem a Áldozatra, hogy hibátlan legyen, hogy szeplőtelen legyen, hogy ne legyen sérült, ne legyen benne semmi az áldozatba, amit bemutattak. És amikor ez hibátlan volt, akkor aki bemutatta, az eltávozhatott, és meglettek bocsátva a bűnei. Mert természetesen minden áldozat, amit a Jeruzsálemi templomba bemutattak, az Jézusra mutatott. És Jézus miatt, Jézus a megöletett bárány miatt, Előre megelő, ez, ez egy előre megelőzett bizalom volt az Atyának, hogy előre megelőlegezte a bizalmat, hogy amikor bemutatják ezeket az áldozatokat, Jézus miatt érvényesek voltak az ószövetségben. De amikor jön, jön ez az egész, hogy mondjam, új szövetség, akkor ez a váltás, ami itt történik, ez azt mondja, hogy megbotránkozás köve lesz. Ez a szegletkő, Péter, amikor a papok elé citálják már pünkösd után, hogy mit háborítják itt föl a népet, mit prédikálnak itt a templomnál, azt mondja, hogy igen, ti a szegletkövet megvetettétek, és az Jézus. És nincsen más az ég alatt, akinek a nevében meg lehet tartatni, mint Jézus. Ez a Jézus az, a szegletkő, akit ti semmibe vettetek. A megbotránkozás köve, az azt jelenti a megbotránkozás, leírtam, de most nem akarom húzni, sok minden szót leírtam, de többek között a megbotránkozás az bosszúságot jelent, haragot jelent, és bűnbe bűnbe esést is jelent a megbotránkoztás. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy, hogy aki legkisebbet megbotránkoztatja a kicsinyek közül, kötne malom követ a nyakába, és vetnék be a tengerbe. De ez a megbotránkozás sziklája lett Jézus Krisztus. Mi a megbotránkozás az új szövetségbe, ami ekkorát ütött? Ami ekkorát ütött. Most egy kicsit még térjünk rá Jézusnak a, a gondolatmenetére, amikor a farizeusoknak mondja, hogy roncsátok le ezt a kézzel épített templomot, és én három nap alatt felépítem. És akkor mondták neki, hogy 46 évig épült ez a templom, hogyan lehetne, hogy te három nap alatt felépíted, és nem értették ezt az egészet, de ő a saját testének a templomára gondolt. Tehát láthatjuk azt, hogy a feltámadás után felépül egy templom. Méghozzá ez a templom, ez Jézus teste. Jézus teste, és ebbe a templomba te, azt mondja Péter, mint élőkő épülsz be. Ennek a templomnak a feje Jézus Krisztus. Ő a testnek a feje, és ti vagytok a tagjai, de ez az egész újszövetségi szövetségi e, istentisztelet ebbe a templomba zajlik ebből a templomba zajlik, ami szellemi templom. Ebbe a szellemi templomba, és ez botrány, ez azért botrány, mert az emberek nem akarják elfogadni ezt az új szövetségi üzenetet, hogy szellemi templomba folyik az Isten tisztelet, amiben nincsen többé áldozat mert egyszerű áldozatával örökre tökéletesé tette a megszentelteket. Ebbe a templomba te belépsz, mint megszentelt, mint igaz ember Jézus áldozata miatt. A megöletett bárány egyszer s mindenkorra bevégezte a te bűneid bocsánatát, és ki van írva erre a templomba, hogy Kubinyi Károly nem bűnös. Ki van írva, hogy nem vagy bűnös, a bűneid meg vannak bocsátva. A világ, vége, világ felvete, alapjainak felvettetése előtt már azt mondja, hogy Jézus Krisztus megáldoztatott. Ezért tudta mondani, hogy mi könnyebb azt mondani, hogy meggyógyuljál, vagy hogy a bűneid megbocsátattak. Már múlt időben. És azt mondja, mivel hogy az emberfiának van hatalma a bűnöket megbocsátani, ezért kell föl és menj vitt haza az ágyadat. És olyan érdekes ez az egész dolog, mert ez egy botrány ma is. Ez egy botrány ma is, ugyanis a te agyadban sem stimmel ez az egész, meg az enyimbe se, mert a testünk nem így működik. A testünk úgy működik, ahogy a törvény, mert a törvény a testet erősítés, a test a törvényt, a test a jó és a gonosz tudásának fájáról ered. Ott vannak a zsigeri begyökerezettségeink. A jó és a gonosz tudásának a fájáról pedig az ered, hogyha majd valamit elérsz, hogyha majd valamit megteszel, ha majd jobb leszel, akkor jöhetsz az Istenhez. Akkor majd méltó lesz erre. Hányszor hallottam azt, hogy azért nem profétál valaki, pedig megérintette az Isten, mert ő nem, nem méltó rá, mert, mert, mert még vannak az életében rossz dolgok, mert most éppen úgy érzi, hogy, hogy, hogy küzdködik egy-egy bűnnel még. Hogyan profétálhatna? Hogyan jöhetne ő ahhoz? Hát, hogyha így gondolkodunk, akkor soha nem jöhetnénk ahhoz, hogy Isten, és így jött az úrvacsorának is a, a, teljesen tönkretétele, hogy hogyan jöhetnénk mi ahhoz, hogy bűntelenül vegyük az úrvacsorát, és aki ugye nem vizsgálja meg magát, és ez nem a, a bűnökre vonatkozott, hanem arra, hogy elkülönítsük az úrvacsorát, az ítéletet teszik és iszik, és beosztuk ezt a szellemiséget, hogy majd, ha jó leszel, majd, hogyha összeszeded magad, majd, ha tökéletes leszel, majd, ha bűntelen leszel, akkor úrvacsorászhatsz. De hát az úrvacsorára pont abba, abba van az ereje, hogy a bűnök megbocsátásáról emlékezünk, nem a bűneinkről, értitek? Megfordította az ördög ezt az egész örömüzenetet. És amikor egy kicsit ne, nehéz is belemenni, komolyan mondom, nehéz is belemenni, azért nehéz belemenni, mert, mert valahogy fordítva... Fordítva van az agyunk beprogramozva, be hogy az irénke is most itt profétált, hogy már megvan, hogy, hogy, hogy hidd el, hogy, hogy ne féljél, hogy, hogy egyszerűen valami más dimenzióba kellene nekünk már élnünk. És amikor prédikálunk is, és amikor szó is van erről az egészről, akkor eh, meg, kell, hogy ért, meg kell azt, hogy értsed, hogy a botránkozás az pontosan abból adódik, hogy fölülről megkaptad a szabadságot. A botránkozás abból adódik, hogy semmit nem tudtál érte tenni, és ezért megkaptad. Ez a kegyelem üzenetének a botránya. Ma is idegesek ezért az emberek, a, a vallásos emberek. Ma is botrány ez a kő ma is arról szól, hogy nem csak hogy botrány, hanem még bűnbe is kerülnek miatta. Hogy belemennek vallásos emberek a bűnbe a botránkozás sziklája miatt. És ez a kő lett a szegletnek köve. Amikor, amikor megértjük azt, hogy Jézus Krisztus eljövetele felszabadította az emberiséget, mindenfajta átok, bűn, betegség, stb. 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 alól, és semmi más, semmi más nem kér tőlünk, mint hogy ezt fogadjuk el. Ezért mondja, hogy, most csak úgy mondom, még egyszer, stb. igen, ti magatok is élőkövek épüljetek be, igen. Azért néktekik hisztek, igen. A kő, amelyet az építők megvetettek lett, a szegletkő fejévé és megbotránkozás sziklájává, akik engedetlenek lévén, stb. stb. Na mindegy, az a lényeg, akik akik nem hittek. Tehát van egy olyan írás is, egy olyan ige, hogy a kő az maga Jézus Krisztus, és Akire ráesik ez a kő, azt szétmorzsolja, és aki erre a kőre esik rá, az összetöretik. Ezt az igét is nagyon-nagyon sokáig nem értettem. De most megpróbálom majd kifejteni az egészet, és akkor talán világos lesz, hogy igazából erre a köre nem lehet ráesni, ez a kő nem nyomhat bennünket agyon, hanem ebbe a kőbe bele kell épülni. Egészen más. Értitek? A törvény azt ezt a követ botrányát teszi. A kegyelem ezt a követ építőanyaggá teszi. Ma, amikor futottam a mezőn, nagyon érdekes, beszántották a, a futó utat is, tehát okos traktoros, úgyhogy eltüntette, de hát mivel arra megy mindenki, nem csak én, hanem sokan, ezért újra út keletkezett azon a helyen. De ez a szerencsétlen Mag, amit belevetettek, kikelt. Pehére egyébként, rossz helyre került. És előre látom, hogy ezen a helyen ott nem fog gabona nőni. Nem fog gabona nőni, mert letapossuk. Letapossuk, akik arra futunk, biciklizünk, stb. 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 És akkor szólt hozzám az úr, és ezt mondta, hogy Mit gondolsz? Miért nem lesz itt gabona? A gabona miatt? Nem. Hanem amiatt a körülmény miatt nem lesz, amit a gabona szem kap. Ugye magvető példázatát tudjuk, de én most direkt nem azt mondom, csak hasonlót. A körülmény miatt nem lesz ebből gabona, és a körülmény az, hogy ott futnak. Az olyanok is, mint én. A gabona szembe ugyanis benne van a 80, 60-szoros, 80-szoros, 80 100-szoros, te benne van. És mi a csavar az egészben, amikor sokszor azt hittük, hogy nekünk ezt teremni kell? Hányszor gondoltad azt, hogy mikor teremsz már 40, 60, 100 szorost? De nem te termed, hanem az a szem. Nem véletlenül a, a szellemnek a gyümölcse az nem a te gyümölcsöd, amit úgy szerettünk volna kierőlködni. Sokszor az ember elfárad már abból, hogy nem sikerült megjavulnod. Ide jön az az ige is, hogy az új bor új tömlőbe való. Hogy nem sikerült megjavulnod, hogy nem sikerült jó emberré válnod, hogy nem sikerült leküzdened egy megkötözöttségedet, stb. stb. És elkeseredsz, mert azt gondolod, hogy már teremned kéne, de figyelj, de te nem fogsz tudni teremni nem fogsz tudni teremni. Mind ahogy a szőlőtőkén, ha nem maradsz, elszáradsz. Nem tudsz teremni. A szőlőtőke az, ami alkalmasá tesz téged arra, hogy teremjél. De a termést az maga ez a gabona szem hordozza önmagában. Ezért nem arról szól az új templomnak az üzenete, hogy te meg tudod tenni, hanem arról szól, hogy el van végezve az egész, és meg van téve, és ezt kell befogadnod. Tehát amikor amikor a, a gabona szem belekerül a jó helyzetbe, akkor 60-40-60 százszoros 60, termést hoz. Amikor a gabona szem belekerül a körülmények, a jó körülmények közé. Mik a jó körülmények az új szövetségbe? A jó körülmények, egyetlen egy jó körülményt mond a Biblia, ami hasonszörű a szeretethez is, de a hitet mondja. Mivel nem hittek, ezért beleütköztek. Mivel nem hittel fogadták, ezért meg botránkoztak mivel nem hittel járultak ehhez az egészhez, ezért kiütötte őket. És igazából, amikor elkezdem hinni, és elkezdek bízni, itt a proféciák is erről szóltak, hogy, hogy ne a láthatókra nézzél, ne a szakadékra nézzél, ne arra nézzél, ami elkeserít, hanem kezdjél arra nézni, hogy Krisztusban el van végezve a te győzelmed. A példát mondok még a Gedeon, amikor elment harcolni a midianiták ellen, akkor 32 ezer ember ment vele. És akkor azt mondja az úr, hogy több ez a sereg, mint hogy nem, megláthatnátok azt, hogy én győzöm le a midianitákat, és nem te. Úgyhogy először is azt mondta Gedeonnak, hogy menjenek haza azok, akik félnek. Na most egyből elment 22 ezer. Ez ugye jellemző ránk. És csak úgy mondom nektek, hogy körülbelül így van az ember. Ez több, több mint egy harmad. Rendkívül sok szorongás van bennünk, és félelem elképesztően sok. És persze a rossz hírek is, a rossz dolgok. Ugye, ugye persze hiszünk a gyógyulásban, és akkor múltkor ide jött a Bori hozzám a Bojki Laci prédikáció után, hogy most ezek után nem tudom, hogy imádkozó leértem. Ugye, mert ki lehetett venni ebből a prédikációból egy kicsit egy ilyen, ilyen dolgot is, hogy hát ennek nem sok értelme van már, hogy itt de most ezt nem akarom kifejteni. jó lenne? hát, <laughs> <laughs> jaj, 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 Jó, akkor inkább sasszézunk vissza, 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 egy kicsit. Itt van, itt van a közösségünkben, ugye együtt, együtt éltük meg a Máriával, ahogy küzdöttünk, ahogy imádkoztunk érte, hogy elment a Mária. És igenis ez nem könnyű feldolgozni, és nem könnyű azt gondolni, hogy a Mária, ha meghalt, akkor te most miért gyógyulnál meg? Igaz? Mert érted, a logika ez, ezt mutatja. És higgyétek el, mindig ez jön, hogy vannak olyan példák, amik el akarják venni a te hitedet. De a kérdés az, és ez egy nagyon komoly kérdés, hogy Isten mit mond neked a te életedre vonatkozólag. Mert a talaj ez. Ez a talaj. Ez a talaj, ami, amiben a mag meg tud gyökerezni, hogy hitbe tudsz-e lenni? Hitbe. Mert igazából semmi baj nincs az orvosokkal, mert az orvosok, ez egy jó kis mondás, de nekem nagyon tetszik, addig életbe tartanak, amíg hitre nem jutsz. Ez egy gyönyörű, szép dolog, mert nem az orvosokkal van a baj, és nem is a hiteddel. És akkor most csak úgy picit beszéljünk azért a gyógyulásról. Ugye itt van a kerekesszékbe a barátom, meg kell valamit látni, és komoly fájdalmaid vannak, igaz? Tehát egyszerűen elviselhetetlen sokszor az élete. És itt ül, itt vagyunk együtt, és, és jön föl bennünk, hogy akkor most mi van? Jaj Istenem, ezek az amalekiták, komolyan mondom, mert nem tudom pontosan, hogy mi van, vagy hogy van, de én egyet biztosan tudom, hogy akkor is az Úr, ami gyógyítunk. De, de, mégiscsak meghalunk, mégiscsak meghalunk, tehát az nem igaz teljesen, hogy véve a halál a testünkből, mégiscsak megbetegszünk, és amikor azt mondjuk, hogy az úr sebeibe meggyógyultunk, ez így nem igaz. Hanem csak úgy igaz, ha ez most ebbe a helyzetbe lehívod. Vagy? gyógyítás ajándékával, valaki imádkozik érted, vagy csodatévő erővel, vagy megérinti az Isten a szívedet, és egy pillanatra alatt hitre jutsz. Egyébként nem igaz, hanem akkor lesz teljesen igaz, amikor föltámad az ember, és olyan testbe kerül, hogy az úr sebeibe teljesen meggyógyult, és soha többé nem lesz beteg, soha többé nem hal meg. Tehát várjuk a testünk miét megváltását. Erről nem prédikálnak a karizmatikusok, mert azt mondják, higgyed, hogy az úr sebeibe meggyógyultál. Na de kérlek, Azért ez így teljesen nem így van. És akkor kárhoztatva vagyunk, amikor betegek vagyunk. Vagy nehézségbe vagyunk. Vagy éppenséggel nem mennek a dolgaink. De most figyeljetek ide. Átmentünk mindenen. Én szegény Kubinyi papát tegnap megköszöntöttük, 80 éves volt anyukám is, apukám is, és lement mindenki. És mondja a papa, hogy ő annyira hiszi, hogy ő meggyógyult, de miért nem tud fölállni? Érted? És én ott állok előtte, aki én tanítottam azt neki, hogy az úr sebeibe meggyógyulták a papa. Akkor most mit mondok neki? Mit mondok neki? Mi a probléma ebben? Az a probléma az egészben, hogy, hogy valami olyan, olyan síkon kezdtük el ezt az egészet ilyen automatizmuson keresztül hinni. Ugye aztán a másik véglete lett a bolykilaci prédikációja a múltkori, ami meg teljesen egy kicsit ilyen fatalista módon hozta be ezt az egész történést. De a lényeg mi? Nem az a probléma, hogy betegek vagyunk, vagy nem vagyunk betegek. Nem az a probléma, hogy van pénzünk, nincs pénzünk, az állással mi van, hanem a probléma az, hogy nem vagyunk benne a hídben. Mert ha hitben vagy, akkor Isten csodálatosan veled van, és minden a javadra válik, és meghaz, és elmész, és nincsen semmi baj. És ezért nekem az Albinnak az elmenetele az, hogy egy ilyen békességbe és örömbe történt, és az Albin vigasztalta még a környezetét, egyszerűen döbbenetes volt. Mert elmegyünk, Mindenki elmegy, tehát nem mondhatjuk azt, hogy bizonyos emberek az úr sebeiben meggyógyultak, és akkor itt vigéckednek még 2000 évig. Nem. Lehívod ezt az igazságot, amikor az úr adja, és ha nem adja, és nem tudsz belekerülni, akkor is jól vagy. Akkor is szeretetbe vagy az úrral, akkor is békességbe, amit a Csabé mondott. Az a békesség, ami meg tudja őrizni a gondolatainkat Krisztus Jézusban. És ez nem tőlünk, nem tőlünk kell, hogy forrásozzon ez a békesség, hanem őtőle. És ahogy a Máriával is végigcsináltuk ezt az időszakot, megmondom nektek, a legjellemzőbb az volt rá, hogy örömbe voltunk. Örömbe. Akik, t -t -t, akik ápolták a Máriát, meg mellettünk voltak, örömbe voltunk végig, és hitben. És tudtuk, hogy az Úr megdicsőíti a nevét. És nem, nem sikerült úgy mond a gyógyulás. Egy, egy pillanatra sikerült, amikor az első etap után kaptunk még tíz évet, és utána nem. Utána vége lett az egésznek. És mindenki tudja, hogy a Mária milyen volt. Mindenki tudja, hogy én megérdemeltem volna már, ha testileg néznénk ezt az egészet. És ezt az egész témát azért hozom fel újra és újra, mert velünk történt meg, így történt meg köztünk, és ekközött a nehézségek között kezdődött el a kegyelem üzenetének a még jobban kitejesedése. Amikor azt kezdtük mondani, hogy semmi nem szoríthat bennünket már a falhoz. Hogy semmi nem lehet, ami elszakíthat bennünket Krisztus szerelmétől. Hogy semmi nem törheti meg, azt a hitet, hogy Isten mindent megtett értünk, és szeret bennünket, és ő, ami kedvesünk lett. És semmi, ne, semmi nem, nem tudunk, mert különben megtörik a hitünk. Megtörik a hitünk. Megtörik a hitünk, és tönkre megyünk. Olyan jó volt olvasni, most három nappal ezelőtt egy Facebook üzenetet kaptam, és egy ilyen megtört hitű testvér írt, és azt mondta Karesz, én olyan törvényes voltam, és teljesen tönkrement az életem, mert úgy láttam, hogy nem tud működni úgy az Isten az én életemben, hogy kellene, és visszamentem a világba, elváltam a feleségemtől, tönkrement az életem. És valahogy hozzám került ez a prédikáció, és azt éreztem, hogy levegőt kap a lelkem. Azt éreztem, hogy hogy nem rajtam múlik ez a dolog, hanem kész van. Isten mindent megtett. Bement a szombatba, megpihent. Jézus Krisztus a megváltásával teljesen tökéletesített bennünket. És ez mindegy, hogy hogyan, mi módon jön le az életünkbe fizikálisan, akkor is ez a kő ez a szegletkő, ez az elvégeztetett szó. Ezért mondja Pál Apostol, hogy nem akarok másról hallani köztetek, mint Jézusról, őról is, mint a megfeszítetről. Ez az evangélium. És igazából, amikor, amikor ja, és, és, írta a levelet, hogy, hogy meg, megérintett az Istennek a szeretete, és kezdtem látni magamat úgy, ahogy Isten lát engem. Kezdtem látni a volt feleségemet úgy, ahogy Isten látja őt. És most össze fognak házasodni, és meghívott, hogy adjam őket össze. Meg kell érteni, hogy amikor magadból indulsz ki, és a másikból, hogy hol tart, akkor a kő botránkozás köve lesz. Ha pedig abból indulsz ki, amit Jézus adott neked, akkor pedig a kő az a templom lesz, amiben Istennek az élete nyilvánul meg. És a Gedeonnál, amikor elment a, a, két, kétharmad része haza, mert félt, nagyon fontos, hogy küld haza te is a félelmeidet. Szabadulj meg a félelmeidtől. Jézusnak egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy ne félj. Megjelenik, mindig azt mondja, ne féljetek. És utána nem is az volt a, a, a lényeges, hogy meghalnak vagy nem halnak meg. Hát István diakonus olyan bátran hal meg, hogy bár úgy halnánk meg minnyájan. Látta a megnyílt eget, és megköveszték. És senki nem mondta azt, hogy nem volt hite. Senki nem mondta azt, hogy most ő, hogy jaj szegény, hát, hát nem, győzött. Tehát nem volt kérdés a halál. Nem volt kérdés, hogy beteg vagy, nem vagy beteg. Nem volt kérdés, hogy van pénzed, nem, nincs pénzed. Nem volt kérdés hanem azt mondja, ne féljetek, én legyőztem a világot. Ne féljél, én megbocsátottam neked. Ne féljél, mert nem te miattad van üdvösséged, hanem miattam. Ne féljél. Nagyon kemény, figyelj, kemény ez az üzenet, és nagyon nem bevehető. Egy homoszexuális pár írt nekem Facebookon, és azt írták, hogy Karcsikám, mind a ketten hívők voltunk, amikor rájöttünk arra, hogy homoszexualisak vagyunk. Maga a homoszexualitás, tudom, hogy most egy divat, én nem akarom védeni. De igazából egy olyan megrendítő levelet írtak, hogy sírtam a végén. Amikor azt írták le, hogy ők biztosak voltak abban, hogy nem mehetnek be a menybe a bűneik miatt és amikor meghallották ezt a prédikációt, rájöttek arra, hogy ez a dolog, amivel küszködnek, és nem mondják azt, hogy helyes, érted? Küszködnek vele, de ebbe élnek. Ez nem választhatja el őket az Istentől. Mert az Isten miatt ők tiszták lettek. Sehogy máshogy nem tudsz kijönni a bűnödből, mint ezzel a szemlélettel. De ez botrány. Ez ma is botrány. Mert azt mondjuk, hogy szedd össze magad. Azt mondjuk, hogy hagyd abba. Azt mondjuk. És akinek megy, az képmutató lesz. Mert csak bizonyos dolgokba megy neki. Igazából nem megy se egyikünknek se. Igazából egy dolog megy, hogy Jézusnak meglett. Tökéletes lett. Te és ő is, ez a homoszexuális pár is tökéletes lett. Jézus Krisztusban. És hogyha ezt kezdi el szemlélni, akkor fog tudni kijönni a bűnéből. Akkor fog tudni megszabadulni. Akkor tud és azt mondta, hogy elkezdtek sírni és imádkozni. Nem, nem mertek, imádkozni. Mert hát ők nem imádkozhatnak. És mi történik Amerikában? Létrejön homoszexuális gyülekezet. Miért? Mert, mert, akarják az Istent valahogy követni, és a keresztények kizárták őket. Nem jöhetnek be. Nem jöhetnek be. Nem jöhetnek be közénk, mert, mert hogy néz ez ki? Hát Jézus a bűnösök barátja volt, Jézushoz jöhettek. Ugye el tudod képzelni, hogy Jézus nem mondta, hogy te, na az, az a pár az menjen haza, az ne hallgassa, mert az út az nem stimmel. Nem, jöhettek hozzá. Figyeljetek ide, a szemléletváltás az pontosan egy olyan, olyan hogy is mondjam, botránykő, ma is mert ez a botránykő nem a bűneinkről, és nem a gyengeségeinkről, és nem az elesettségeinkről szól. Hát elég nagy baj az, hogy ebbe vagyunk benne, értitek? Hát elég nagy nyomorúság mindegyikünknek a nyomorúsága. Mert mindegyikünk el tud, elmondhatná, akik itt ülünk, hogy nem jöhetne ide, ha igazán azt gondolná, amit ezek a homoszexuálisok gondolnak. Csak ez a bűn ki van emelve, kibondottan, kisvécizve a keresztények között. Nem jöhetnénk ide, nem mehetnénk az úrvacsoráz, ugye, hogy ki is takkoltuk, nem, nem is, nem is imádkozik. Elkezdtek imádkozni, és azt írták, le, hogy betöltötte őket a Szent Szellem, és olyan öröm jött, hogy, hogy, hogy most érezték meg azt, hogy Isten szereti őket így is, és egyszerűen ez ad nekik lehetőséget. Kemény beszéd, amit mondok, de ne haragudjatok. Jézusnál is kemény beszéd volt többször, és majdnem mindenki elment tőle. Úgy gondolom, hogy az evangélium nem egyszerű. Menjünk vissza Gedeonhoz. Azt mondja a Gedeon, hogy nak az úr, hogy figyelj, ez még mindig sok. Még mindig sok, az az ember, az a tízezer ember, még mindig sok. Vezesd le őket a vízhez, és aki úgy iszik, hogy így fölveszi a kezébe, és úgy hiszik, így lefetyel mindenki kutya, azt elfogadjuk, aki pedig letérdel és úgy hiszik, az menjen haza. Azt mondja, majd én kiválasztom, hogy kik jöhetnek, majd én elrendelem, hogy kik jöhetnek harcolni. És maradt 300 ember. 300 ember maradt. És gyakorlatilag a 300 ember pontosan jelképezi a te erődet. 300 ember, 100 000 vagy 200 ezer emberrel szembe esélytelen. Tehát ott már tudta Gedeon, hogy esélytelen. Amikor egy keresztény rájön arra, hogy esélytelen, akkor van igazi kegyelmi állapotba. De minden lehetséges az Úrnak. A te esélytel... Pál azt mondja, tövis adatot a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön. Nem egy... Figyelj, nem akármiről beszél. Sátán Angyaláról, sötét angyalról beszél, ami gyötörte őt a testébe. És azt mondta, háromszor kértem, és nem érdekel, hogy mi ez. Meg akarják fejteni az emberek, hogy mi ez, de jó is, hogy nem tudjuk. Ben volt a testébe, ami gyötörte, és azt mondja, háromszor kértem, hogy vegye el tőlem az úr, de azt mondta, hogy nem. Hát pár háromszor kér valamit, azért az nem semmi, hanem Elég neked az én kegyelmem, mert a te erőtlenséged által leszel erős. Sokszor mi annyira erősek akarunk lenni, és annyira meg akarjuk mutatni, de sokszor pontosan a gyengeségünk által tudjuk az Isten igazán engedni, mert meg, meg, meggyengül a keménység a szívünkbe. Mert meggyengül az a fajta uh, látás, hogy mi jók vagyunk már így magunktól. Meggyengül az a látás, amikor azt gondoljuk, hogy mi megérdemeljük. És amikor, amikor úgy igazán, amit múltkor is mondtam itt egy pár szóba, amikor kiderül, kiderül, épp a Bogár Péter mondta most, hogy egyik barátjának megnézték az agyát, és rossz indulatú daganat van benne olyan helyen, hogy meg se tudják műteni, mint az Almándi Zoli testvérünknél emlékeztek rá, jártunk hozzá, és én nálam lakott is három évet. És amikor ez, ez a diagnózis jön, akkor megváltoznak az emberek, akkor egy pillanat alatt már nem számít nekik egy csomó minden, ami addig feszítette őket. És kérlek benneteket, hogy, hogy valahogy ebbe a kegyelmi állapotba belekerülve kellene tudni élni, ezt kéne gyakorolnunk, ez a föld, ami a magot helyzetbe hozza. De ha aggodalmaskodunk, ha a világ dolgai után futkozunk, ha ne azt gondoljuk, hogy majd mi megtartjuk az életünket, azt gondoljuk, hogy majd a mi... akkor, akkor egyre keményebb lesz az a Föld, és hiába van ott az a maga, ami teremhetne, nem fogja tudni hozni a termést. És ö, ö, a te erőtlenséged által leszel erős. A te gyengeségeid által lesz nyilvánvaló az Istennek a nagysága. És amikor ez történik, akkor az Isten fogják magasztalni, ha valami történik rajtad keresztül az Isten. Én nekem nem tetszik az a bizonyságtétel, hogy imádkozott értem, mit tudom, anda, mendez, vagy mendez, anna, vagy akárki, és akkor meggyógyultam. Nem. Nézzétek meg, a Péter, amikor imádkozott az ékes kapunál, dicsőítette az Istent, ez az ember. Ő, amikor Jézus imádkozott, akkor is Isten dicsőítették. Amikor a Szent Szellem munkálkodik, akkor nem az ember van fölemelve, hanem az Isten. Mert ővé egyedül a dicsőség. Ővé egyedül a dicsőség. Emlékeztek, amikor a dicsőségemet nem adom másnak, mondja az Úr. Amikor ott a Herodesnél mondta, hogy Isten vagy, és akkor új szövetségben volt egy kicsit szó a dicsőségről. És a 300 ember, az már olyan kevés volt a győzelemhez, ez az új szövetség, amiről most beszélek, olyan kevés volt a győzelemhez, hogy esélytelen, az esélytelenek nyugalmával tudott az ember részt venni a csatába. A keresztények azt gondolják, hogy ők, ők, ők esélyesek, mert nem. Akkor vagy esélyes, amikor esélytelenné válsz testileg. Amikor nem gondolod azt, hogy valamit van, hanem csak az Úrtól. Amikor nem, nem gondolod azt, hogy az életed úgy forog, ahogy te kiügyeskedted, hanem Isten, Istennek hálát adsz. Nem félted a munkahelyedet, mert tudod, hogy addig vagy ott, amíg az Úr ott tart. Nem félted a dolgaidat, nem félted az életedet sem, mert tudod, hogy Isten kezében van az életed. És hogy hogy megyünk el? Nem tudom. Mindegyikünk máshogy fog elmenni. Én foglak bennetek eltemetni. Na most ezt hagyjuk rá. Ez most hülyeség volt, de... Volt, nem, volt olyan, hogy oda jött hozzám egy fiatal valaki, egy temetésen, és mondja, hogy, szeretné, hát, hogy hogyha őt is... Mondom, én nem szeretném, ne haragudjál. Azért, azért, nem szeretném, hogyha a fiatalom meghalnál. De ha te megéred az időskort, akkor én nem foglak téged eltemetni, az biztos. És három részre osztották a csapatot, és kiáltani kellett, hogy az Úr ér és Gedeon ér. De nem ezért győztek gyerekek, hanem miért? Gedeon lett, Gedeont leküldte az Úr a táborba, és egy cipót látott egy ember álmában, ami gurul, és eltörli a sátrakat, és azt mondták, hogy ez Gedeon, akit az Úr küldött, és bennünket le fog győzni. Mi történt? Az történt, hogy az ellenséges csapatba egy félelem jött. Egy rettegés. Nem tudom, hogy te rettegtél -e már, de a rettegés az egy rettenetes nehéz dolog. Az egy nagyon nehéz dolog. Képzeld el, rettentést küldött az úr erre a több százezer emberre. És amikor az ordítás elhangzott, az már csak bombazsin, gyújtózsinóról, bum, így fölrobbant. Az egész rettegés. Egymást megöldökölték. Ki se kellett Gedeonnak húzni semmilyen kardot, semmilyen nyilat, semmit. Ez az új szövetség. Az ördög le van győzve, igenis. Minden olyan dolog, ami hatalmasnak mutatja magát az életedben, le van győzve, igenis. Minden dolog, ami a nyakadat akarja szorítani, vége. Amit a Karesz is mondott. Nem szoríthatja a lánc. Nem lehet rajtad. És akkor Jeriko elfoglalásáról ne is beszéljünk, ahol körbe kellett zarándokolni és furujázni ott, érted? És akkor leomlanak a dolgok, de ezzel Isten tanítani akart mindnyájunkat, hogy a gyakorlati életünkben kezdjük el a szellemi életet. A gyakorlati életünkben a szellemi életet. Amik érnek téged kihívások, támadások, amit a Csabi is mondott, meg lehet maradni a békességbe. Meg lehet maradni a hitbe. Azt mondja, harcoljátok meg a hitnek szép harcát. Pál maga mondja, hogy a hitet megtartotta. Nem véletlenül mondja. Azért volt egy-két sztoria. Hajótörés szenved. Három napot volt a tengeren, éjt nap, hogy gondolkozhatott, uram, hogy a te munkádban vagyok, hogy süllyedhetett el a hajó? Vagy a, amikor megverték őket, emlékezz, Pál és Silást, evangelizáció után, agyba, főbe verték őket. Nem az jutott eszébe, hogy milyen bűnöm lehet, vagy mit tévesztettem, hanem egy dolog jutott eszébe, dicsérte az urat. A mag, hogy kikeljen, hogy sokszoros termést hozzon, abból lesz, ha elkezdjük dicsérni az Urat. Nem itt a gyülekezetben otthon, itt is otthon is. És imádni őt. És újra és újra betöltekezni szent szellemmel, és újra és újra kijelentésbe járni. Figyelj, jön az úr, és nem késik el. Egy másik igen azt mondja, aki hisz, az nem fut. Na most nem, nem arról van szó, hogy aki fut, az nem hisz. Hanem aki hisz, az nem futkorászik, az nem esik kétségbe, az nem kapkod, az nem, az megmarad nyugodtan a hitben. Ez fontos. Megkülönben az ember tényleg, hát, hát, ami a Bogár Péter barátjának azt mondta az orvos, hogy és ne nézze meg az internetet. Mert most következik, hogy az összes pénzedet elveszik. A csoda doktorok. Én emlékszem, amikor a Herpaj Zoli haldoklott tüdőrákkal, és több millió forintja volt, és valami csoda doktorhoz ment ki Kubába. Ráköltötte az összes pénzét, és nem sokra rá meghalt akkor jönnek ezek a futkorászások, hogy jaj, 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 fél, állj meg! Elmegyünk. Állj meg! Állj meg a munkahelyedbe is. Állj meg a család életedbe. Állj meg! Várjad az Úrra! Jó megadással várni az Úrra. Nem késik el. Megérkezik, hidd el. A probléma az, amikor átmegyünk ilyenkor testbe. Keserűségbe, civakodásba, stb. 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 És akkor Isten országának részesei nem tudunk lenni. Ez a kő, ez ma is meg van vetve, és ez a kő ma is botrán. És én, én szeretném, hogyha ha várnánk az Úr a minden szituációba, és biztosak lennénk abba, hogy vele vagyunk. Amen.